gazdálkodjunk az idővel. Akinek kérdése van, elnök úr, sziasztok, nem föltenni. És akkor egy kérdés, egy válasz, azt gondolom, így volna. Tehát én azt mondom ki, akkor kiki úgy oszta el a felelősséget, hogy tenne, amit tetszik neki, de én inkább azt mondom, hogy így. Valóban elfelejtkezünk az ifjúságunkról, mégpedig ide nem felejtkezünk meg, mert akinek gyereke van, az nem tud róla megfelelkezni. És aki magukat nősülni, az se tud róla megfelelkezni. És az a 30 ezer munkanélküli, aki még nem volt munkába és nem tud elhelyezkedni, az se tud róla megfelelkezni. Köztudomás szerint a leggyilkosabb munkanélküliség kezdő munkanélküliség. Nézd, meggyőződésem, hogy egy ország, ha nem ad abszolút prioritást, az oktatásnak, akkor a saját jövőjével sátánkodik rosszul. Annál is inkább, mert most nem akarok beszélni a távol-keleti csendes-óceáni országról, amelyik, ahol gyönyörűen bizonyos az oktatási hozatékot kiszámítható. A társadalmi viszonyok nem azonosak, a munkabérszínvonal nem azonos, tehát nagyon nehéz összehasonlítani, de mindesetre ezt a filozófiát, hogy az oktatásnak elsősége, ezt nem szabad elfelejteni. Egyelőre még egy benne vagyunk egy spirálban, valószínűleg, hogy ezt a spirálban befeszítjük valahol a pajszert, és ez megtörik. És ha nem is a gyors emelkedés, de az emelkedés megindul, akkor az első dolgunk az infrastruktúra, és mondjam azt, hogy a társadalmi infrastruktúra, tehát a fiatalság képviselőt jelenlő térbe helyezni mindennél. Ha ez nem történik meg záros határidőn belül, akkor egy ketyegő bomba van alattunk, időzített bomba, amelyet szinte látni lehet, hogy ott van. Én nem vagyok benne biztos, hogy az ifjúságunk, mondjuk a családalapításnak az egyetlen módszere az, hogy ki kell várni, míg meghal a nagymama, ha nem vagyunk velük, mert akkor lesz lakás. Erre valami más megoldást találnunk kell, mert ez nem biztos, hogy a legcélozó tudunk. Ezzel a kérdéssel szemben kérdeni nézni, nekem az a benyomás, hogy ez a kérdés még a média vitában is nagyon fontos. Annak ennyire, hogy minden más elborít, mert a hang is személye fontosabb, mint bármi más Magyarországon. Széchenyi jelentősége eltűnt, de nincs többülemmel. Ha még megengedhet, mert ezzel kapcsolatban egy-két szót én azt mondanám, hogy az iskolában is a legfontosabb az óvoda. Ez nagyon furcsa hangzik meg, ami valószínűleg majd mindenki más az egyetemmel kezdené. Az egyetemnél megígérésem szerint jobb körben vannak, mint valahol voltak, mert ha az anyagi függetlenséget nem is tudják megvalósítani, de a szellemi függetlenséget az egyetemek többé-kevésbé megvalósították, és az univerzitás szervezésével közelebb jutunk a tényleges náluk kezdetben. Jó az amerikai mintát követő egyetemi rendszer, azután, hogy az egyetemek először a porosz, majd az orosz mintát követték, és hát úgy tudjátok, a magyar fokozás, hogy néz ki, hogy orosz, porosz. Ezen talán túl tudunk jutni. Ha az óvodában viszont tudnak eljutni a gyerekek, főleg a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, az óvoda, az általános iskola előtt, akkor utána az első két évben nem tanulnak még tisztességesen olvasni, írni és számolni, és nem tudják kifejezni magukat, nem tudják kifejezni, hogy életük végig kiszolgáltatott, és soha nem lesz olyan szakmájuk, ami konvertálható és tovább fejleszthető. Tehát az óvoda ma alapintézmény, és hogyha azt mondom, hogy a minden pedagógus közt a legfontosabb az óvónő, akkor ez nem egyáltalán frázis, mert egyetemi rektor jelentőségét tekintve kisebb pedagógus. Itt tanulja meg például a zenei anyanyelvét, a normál anyanyelvét, és itt tanulja emberséget. Ez egy nagyon fontos intézmény. No, nem mondok tovább, mert sose fogjuk. Puha diktatúráról és annak a társadalomnak korlátozásáról, de ez számunkra úgy gondoljuk, hogy nem egyszerűs ezen a tájon. Nézd, a puha diktatúrának a hatása nem volt, ott a sztálinizmus ölt, indok nélkül ölt. A
fasizmus a rövid uralma alatt gyilkolt. A diktatúra gyakorlatilag a megtorlás után kívül keletkezett, amely szintén gyilkolt. A diktatúra rohasztott, mégpedig abban rohasztott, hogy elhitette az embereket, hogy nincs más út. Elhitette a társadalommal azt, hogy ha nincs más út, ez van, ez kezelhető. Nagyon bízom benne, és nagyon hiszem, hogy nem sikerült teljesen elhitetni, már a társadalom reakciót egészségesnek látom, amennyiben a túlélési stratégiája szemlélhetett az egyéni túlélési stratégiák és taktikák együtteségből alakult ki. A puha diktatúra leszoktatott a társadalom önvédelmére. Leszoktatott az érdekképviseletekről, mert el tudta hitetni az emberekkel, hogy a szakszervezetnek nem az a célja, hogy Farsány nem lett mondja meg a sárra, hanem az, hogy transmisszió legyen, és transmisszió végig mindent. Elhitette azt, hogy az ízlést és a kultúrát diktálni lehet, pedig nem lehet diktálni. De sajnos a rossz ízlése is joga van mindenkinek, nem csak a ízlése, ezt sem lehet diktálni. A puha diktatúra éppen a kukasággal valót hoztott. Úgyhogy nem véletlen, hogy a például valamit mondjak, az, hogy a kemény diktatúra alatt, aki annyira öreg, mint én, az nagyon jól emlékszik rá, az emberek elmentek járni templomba, legfeljebb átmentek a szomszéd templomba, Budapesten a másik kerületnek a templomba, nem látta őket. A templomba járásról a puha diktatúra alatt szoktam. Egy például, de hát még tudnék sok más mondani. Tehát kiölte az emberek azt a túlélési ösztönt, mert nem kertett ellenállni. Viszont a viselő megváltozhatatlannak, hogy megváltozhatatlan segítéket. De ezért érzem én egészségtelennek. És mikor azt mondom, itt elég sokszor elhangzik, hogy nem volt rendszerváltás. Ebben a szóban van egy jelentős igazság, de nem ott van az igazság, és én úgy érzem, hogy valaki pártag volt, vagy nem volt pártag, hiszen az utolsó 68 esztendőben a pártagság, mondjam azt, hogy az ideológia, az háttérzaj volt elsősorban, és kialakult egy karakmatikus generáció, amelyet a puha diktatúra hozzászoktatott, hogy gyógyítson az ideológiai háttérzajra. A baj az, hogy a mentalitás maradt meg, a puha diktatúrának az az érdekes szempont, a kicsi mentalitás, amely telefonatú terítés, nincs, amit annyira utálnék, mint a telefonon, a mai napon a levelet, a telefonjába kerül, ez biztos, hogy nem csinálom, így kérnek tőlem, mert nem vagyok hajlandó informálisan sem utasítani hivatalt, még annál is kevésben, megkísérni sem az, hogy egy bíróságot utasítsak, hogy ennek a szélsősebb határa az a levél, amit arra kértem, 30 évvel ezelőtt volt valakinek vállópere, 30 évvel ezelőtt házát a bíróság, természetesen a sztálinista bíróság feleségnek ítéltem, hogy követeli vissza rajtam a feleségét meg a házát, mert szóval, hát ez a mentalitás, hogy valakinek ez eszébe juthat, ez mutatja azt, hogy a rendszerváltás megtörtént meg, a rendszerváltás akkor fog megtörténni, hogy ez a társadalom elég bátor és elég kemény lesz arra, hogy meg tudja védeni a saját értékeit. Helyi érdekeit és országos. Persze zűrzavar van, értékzavar van, szerepzavar van, minden más, de nagyon nehéz azt kívánni mindenkitől, hogy pontosan felismerje az érdekeket. Képviselő szeretne egy rövidet, egy pillanat, aztán... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves választópolgárok! Az előző kérdéshez kapcsolódva, engedjék meg, hogy ne köszöntsem elnök urat most, mert mi már ezt megtettük, tehát ezt a formális részt, hiszen benne is állapodtunk meg, és majd az iskolában korán köszöntő. De az előző téma az szakmámat érinti. Lehet, hogy önök közül nagyon kevesen tudják, hogy én vagyok a Parlament Oktatási Kisági Sportbizottságának az alelnöke. Nagyon messze menne egyetértek elnök úr szavaival. És én kormánypárti képviselő is egyben. Meg tudom erősíteni a helyi képviselő úrnak a kérdését, hogy mi is, ahogy elnök úr fejtette ki a szabadától egyik legsarkalatosabban,
Ha megnézik a jövő évi költségvetés, szinte a duplájára emeltük az óvodáknál, ezt a csúnya szót tudjuk használni, hogy fejkótát. És általában az oktatásban mindenütt a fejkóta lényeges emelkedés eredményed, vagy mondjam, az belső feszültségeken keresztül, de mi is prioritást adunk az oktatásnak, mert a jövőnek lehet, tehát itt teljes egyetértés van elnök úr és közöttünk, és csak megnyugtatásként mondom, az egy más kérdés, hogy azt is meg kell szokni, hogy a törvények, amiket ma alkotunk az önök bizalmából, az a kereti jellegűek. Tehát az úgynevezett fejkóta az az önök kezében van, hogy önök aztán azt az óvodára, és mennyit az óvodára, és mit építenek, és mire fordítják. Ezt szerettem volna, és nem szeretném elvenni az időt. Igazatlan, köszönöm. Egy pillanat, nagyon kegyetlennek kell lennem. Fekete úr kért szót, és utána be kell, a másik Fekete úr elnézőságíró. Be kell zárnunk, mert már interek az időfelelősek, a másik program jön, mert most már sajnos belemelegednék, úgyhogy kérem röviden is. Utána intettek nekem, hogy nincs tovább. Bocsássatok meg, csak annyit szeretnék mondani, hogy én úgy számítom, hogy egész itt leszek estig, de a horvát miniszterelnök jön hozzám a 4-kor, tehát 1:30-kor el kell zsúlom haza. Csak ezért. Viszont csak számára venni kérdésem. Mondjam a közelmúltban javaslom egy hatpárti tárgyalási, az ország sűrűt, hogy egy kapja miért a parlamenti pártot. Elvettük támogatja ezt, de elképzelni is látja, és így van a nézd, én nem napi politikáról akartam itt beszélni, megmondom őszintén. Egyet tudok mondani, hogy minden konszenzus képző vagy egyetértés első erősségítő lépéssel egyetértek, mert az ország állapotja az én megítélésem szerint egyrészt a sürgető terület sorrendjének, fontossági sorrendjének megállapítását követelően előírja. Egyrészt, másrészt pedig sokkal kevesebb fölösleges időben el vitára, hogyha nem csak a helyiség, nem csak a prioritásokat, hanem a prioritásokhoz vezető utat is nemzeti egyetértéssel lehetne kidolgozni. Előbb-utóbb ez meg fog történni, úgyhogy ez fordul a személyétől és az MSZP-től függetlenül vagyok én híve mindenféle egyeztető tárgyalásnak. Köszönjük szépen, és kaptam engedélyt arra, hogy három nagyon rövid kérdés lett volna, három tessék. Nagyon rövid. Megpróbálok én is rövidben. Ennyi engedélyt kaptunk volna. Szeretném megkérdezni a köztársaság elnökét. Nincs tovább. Mint hogy az előbb említette azt, hogy folyik ez a médiaháború ma Magyarországon. Gyerekek, én nyaki vagyok a médiaháborúban. Nem tudjátok, hogy hogy mondom, hogy ha a médiaháborút kihagyjátok nekem, mi állampolgárok? Döntsetek ti! Mi állampolgárok csak azt látjuk, hogy amikor volt ez az átalakulás, akkor még a miniszterelnök úr és a köztársaság elnök úr egymással keresztfogva barátként üdvözölték egymást. Ma pedig az újságot tennek a kelembe véve, ahol benne, hogy háttal vannak egymásnak, és ez nekem nagyon fáj, hogy nem találnak közös megoldást arra, hogy tulajdonképpen az a tömegkommunikáció kiég legyen. Ez már szerintem pártharc, és tudatosan a következő választásra való felkészülés. Szeretném, hogyha egy megoldás lenne, mert a demokrácia nagyon törékeny, én szerintem, és szeretném, ha egyetértés lenne. Egyetért, pontosan ilyenre szeretném. Mégsem ezek érdekében, hanem a város jövőjének érdekében szeretnék szólni az ifjúságunknak neveit, akik a egészségügyi, vagyis a közalkalmazottak érdekében. A Népszabadságot idézve valaki írt egy cikket benne, úgy szól erről a törvényről, hogy egy korszakalkotó törvény. Igen, valóban az erkölcsi elismerés, a pedagógusok erkölcsi elismerése mellé, amelyet a szakszervezet, a pedagógusok szakszervezete is kellően nyugtázott, hogy elismerik a pedagógusokat. Tehát az erkölcsi elismerés mellé biztosított egy keretet az anyagi elismerésnek is. Igen, de ezen anyagi elismerés mellé nem tette le a parlament a pénzt. A Népszabadságban is így szólt a cikk, korszakalkotó törvény pénz nélkül. Itt Nyíszavasváriban is megkezdődött a 93 évi költségvetés tárgyalása. Napok óta már folynak bizottságainkban a viták, hiányos a költségvetésünk. Van egy fejlesztési lehetőségünk, azzal élnünk kell, azt nem csökkenthetjük le. Van egy színvonal, amit tartani szeretnénk, hiszen fejlődő város vagyunk, vissza nem léphetünk.
Mi is szeretnénk, hogyha gyerekei Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Győrben tanulnának. Tehát ehhez a színvonalat, de ehhez a színvonalat tartani kell, ezt nem szeretnénk lecsökkenteni. A költségvetésünk viszont nem biztosítja ennek a lehetőségét. Szeretném kérni az elnök urat és a oktatási bizottság alelnökét, hogy ezt a problémát továbbítsák a parlament felé, és azt a feladatot, amit mi ránk próbálnak lehárítani, hogy ütemezzük azt a különbözetet, ami a törvény végrehajtásához szükséges, továbbítsák a parlament felé, hogy próbálják ők is ütemezni, hiszen így továbbra is csak feszültség lesz a parlament és az önkormányzatok, a kormány és az önkormányzatok, az intézmények és az önkormányzatok között. Nézze, hadd mondjam arra, hogy a lehető legjobb helyen mondtam, az oktatási kérdésre. Engedje meg, hogy kérését ezennel tovább. Gedeon Árpád élelni az utolsó elnézést, kérünk most már nagyon kikapunk. És tessék a Gedeon úrnak, mert nagyon kapok itt két oldalon. Nagyon röviden szeretném kérdezni. A rendszerváltástól felmerült a kérdés, hogy milyen szellemiséggel folytassuk a történelmünket. Mit törüljünk ki? 1944. március 21-től folytassuk, vagy 1948-tól, vagy 1956. 23-ától, vagy 1990-től folytassuk. Az elnök úr, hogy lássa ezt, hogy mi az, amit nekünk követni kell? Nézd, először is kezdjük ott, hogy a korszakváltás nem piros vonalak, amin az ember átlép, hanem egy folyamatnak a részei. 48 hozzáadta a függetlenségi gondolatot és a felelős kormányzatnak a gondolatát. Fölszabadította a jobbágyságot, amit utána nem lehetett visszatenni. 48-ben hagyományunk. Mint ahogy én szerintem, és megbocsátanak nekem, de nekik szerintem Dózsa is eleve hagyomány, annak ellenére, hogy valószínűleg édes kagyit nem kell kétszer körbehozni. 1956 alapkövetelései szintén fontos hagyományai, a függetlenség visszaállítása megtörtént. Az ország semlegességéről nem lehet beszélni, mert semleges csak két pólus között lehet valahogy, egy pólus Európa, akkor a semlegesség követelése ebben a formában komikussá válik. 56-ból én szerintem érdemes volna megtartani valamilyen formában a közvetlen demokráciának azokat az intézményeit, vagy azoknak valamiféle intézményesített formáját, ami akkor a nemzet felelősségét teljes egészében maguknak viselték a munkás tanácsok és a forradalmi tanácsok. Ezt sajnálom, hogy a modern európai parlamentarizmus mintájára valami módon, hiszen ahogy közvetlen demokráciának a formái például Svájcban érnek, olyan szélesen csapva a formában nyilván a referendumrendszert átvinni, de én azt életképesnek éreztem, mert 44-ben és 56-ban is ezek a spontán szervezetek elsőrangban is jelesre vizsgáztak, mindenki tudták, hogy kik azok, akik az iskolát helyre tudják állítani, hogy kenyeret ki tudják hoztani, és igazságot tudnak tenni a szomszédok felé. Még időpontot mondod? 90. Hát nem tudom, miért pont a 90-et. Akkor volt a rendszer, akkor ha 89-et mondod. De jó, 89-től elkezdődött valami, amelyiket egy széles piros vonalnak tekintik, és még nem tudjuk, hogy pontosan, hogy milyen széles. Lehet, hogy ez egy fél nemzedéket el fog tartani. Ez általában 100 évben szoktak 3 nemzedéket számolni a történészek, de ezek is egymásban mosódnak. Én azt hiszem, úgy kéne valahogy végigrostálni, amit megint csak Finnország példáját idézzem, náluk a valóság érdekünk alapja az volt, hogy a munkukat, az illó jelenüket és a jövőjüket egyenségben nézték. Tehát én nem hiszem, hogy ez akadály verseny volna, ahol át kell ugrani különféle dátumokat vagy egyébként, hanem ha önmagunkkal szembenézünk, akkor tudjuk, hogy a korábbi intézményrendszereknek milyen elemeit tudjuk felhasználni, és melyiket kell elvetnünk, de amit kell, el kell vetnünk, azzal is tisztában kell lennünk, mert ami volt, nem tudjuk meg nem történté tenni, és nem tudjuk kiderülni. Tehát közöttünk itt él a múltunk, visszamenőleg a Tulumadártól, a Rákosin keresztül a MSZP-ig itt él a múltunk. Úgyhogy a
A múltunkkal tisztában kell lenni, a múltunkat használni kell, a múlt eszköz a jövő építésére. De sérgésesen a nosztalgia tárgya, mert ideológiai alapon nem érdemes válogatnom, gyakorlati alapon pragmatikusan kell válogatnom. Nem tudom, megelégszer a válaszommal. Nem kaptunk lehetőséget további kérdésre, mert csúszás vagyunk, sajnálom, elnézést kérek. Megígérem nektek, hogy hadat üzök a horvát, hogy megmondom a miniszternek, hogy emiatt nem hadat üzenünk horvát. Én nagyon köszönöm valamennyi nevében Göncz Árpád úr, köszönöm ezt a közvetlen jelenlétét és ezt a fórum lehetőséget. Azt hiszem valamennyien gazdagodtunk. Én láttam két óvoda vezetőnk fejekről Glória nőtt és Szárny, és elindultak fölfelé. Ezt a közvetlenséget engedjék meg, mert elnök úr is ilyen közvetlen. És nagyon büszkék voltak arra, hogy ők itt ma ilyet hallhattak. Én köszöntök mindenkit, további jó munkát kívánok, és a mai fórumokat bezárom. Megint ismételtem nektek a vendégeinknek, különösen Göncz Árpád úrnak valamilyen nevében, hogy ellátogatott hozzánk, és itt találkozhatott városunk képviselőivel. Köszönöm a türelmüket, és a munkát. Magyarország Köztársasági elnök urát fogadjátok nagy szeretettel, mint amilyen szeretettel értesítem. Most szeretném a Köztársasági elnök úrnak bemutatni a Székelyföldről, Kárpátaljáról érkezett gyermeket. A Hargita hegy aljában, a szólt teremén.
nyergestető, amilyen kapaszkodnak a vén földben, kitépni vihar sem tudja, másképpen, csak ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között, egy szeliden szépen hajló, mint egy gyerek kit viselne, mesebeli óriás ló. Úgy is hívják, nyergestető, egyik kengyelvas a kászon, a másik meg az innenső, itt csillogna csikkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is, fönn a tetőn a nyeregben. Ott zöldelnek a fenyőfa, egész csíkban a legszebben. Ott teresztik legmélyebbre, gyökerüket a vén törzsek, nem mozdulnak a viharban, inkább szalik ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendületlen, szabadságharcosok vére lüktet, len a gyökerekben. Mert temető ez az erdő, és kopjafa minden szálfa, itt esett el Gál Sándornak száznál is több katonája. Véres harc volt, a patak is vértől áradt azon reggel, támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek, alig voltak a 200-an, álltak, mint a fenyők a harc rettentő nagy viharában. Végül csellel árulással délre körülvették őket, meg nem adta magát széke, mint a szálfák ketté törtek. Elámult az ellenség is, ekkora bátorság láttán, zászlót hajtva temette el hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek, mint egy szálig olyan bátran, mint az a görög 300 Termopülesz szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek, hírük nem őrzi legenda dicsőítő harciének. Csak a sírjukon nőtt fenyő, fönn a tetőn a nyerekben, s azért zöld el az az erdő, egész csíkban a legszebben. Magyar miattyán, itt én Somogyvárgyi Lát. Van egy mátság, forrózik a nyelvő, mint a miénk most kinyom kínálja, nyitsd meg nagyul a felelőtt tápítját, s irgalmas szemmel fegyelmez rája. Nincs annyi fűszál libanoni lejtő, mint a hány köncsebb hús magyar szemben. Hallgass meg, kérünk, jaj, most az egyszer. Mi atyám, ki vagy a mennyekben? Könyörgünk, nézd ránk, hisz az nem lehet, hogy síró szóval pusztába kiáltsunk. Sok volt a vétkünk, nagy büszkeségünk, felhőkig járt az álmodásunk, de most bánhat, hogy jötöttem, mondjuk. Szenvedessék meg a te neved! Végigvertél a borzalommal, és mégis most is széthúzunk rától. Küldjed szívünkbe a szerelmes békét. Jöjjél el a te országod! Ugye nem szólod szét ezt a népet bújdosónak a nagyvilágban, hiszen te hoztad Ázsiából, de védted a pusztulástól ezer évig. Mondd csak, hiába! Voltunk a véres védőbástyád, s voltunk villámló ostorod, tégy velünk, ahogy megérdemeljük. Legyen meg a te akaratod! Küldjed szívünkbe a szerelmes békét, s küldjed az erőt a rossz kanunkba, küldj hallgassét a földjeinkre, s legyen gondod a barmainkra. Önts enyhülést a lelkek tüzére, ha tudsz szeres, ha kell felíts, csak legyen béke, boldog megértés. Mi népen, helyben, úgy a földön is. Nézd, éhezünk, rongyokba járunk, nincsen fontosabb népen, mi nálunk. Nézzed a gyermek éhező száját, a szívünk muskálvárjáját, ha te nem segítesz, elveszünk. Ó, add meg hát a napi kenyerünk! Nagy úr, vétekkel igaz, megrakottunk. Bőgesek között bizony elsők voltunk. De most házunk halma van fejünkön, s a bűnbánat megtépte köntösünket. Isten, Istenes szerelemmel! Bocsáss meg a mi vétkeinket! Minket megvertél, magyar Isten, és megverted őseinket, de a fiainknak minden más nép felelts el atyai vétkét. Sok számoltalan számadásunk, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Torkunk rekedt a imánkodástól, az ős magyar föld merülő gája. Jaj, tedd a szent kezed felébe, oltalmazd meg, vigyázz reája. És ne védj minket a kísértésbe. A tenyereden, Isten apánk, hordod az embermilliókat. Mi is megférünk békében ottan, csak vest ki köztünk az árulókat. Nem kell minélkünk más hódolása, és nem vágyik a magyar sehová sem. Csak enged élni, tüzekben nézni,
Tilingó szónál mesét mesélni. Szabadíts meg a gonosztól, Amen. Úr az erdő, zöldő a határ, újra eljöttél, szép gólya madár. Fészkedek újra, megigazítod, mint összed arról, szép úr magzatod. Magos Ferenc, fenyő a Hargitán, földrengés vagy villámcsapás alatt, a Hargitán egy szikla meghasadt. Tenyérnyi rés volt, esők szelek, odavittek néhány kószelet. Évek múltán madár vagy szél, odahulladott egy fenyőmagot, s az a mag megszerette ott a földet, s más tavasszal, mint kis fenyő zöldet. Gyökere egy ciklába kellett vágja, de annál szebb lett a koronája. Száz szél vihar támadt, hogy kidöntse, de annál erősebb lett a törzse. Őseink is az ífenyőktől tanulták meg talán, hogy hogyan kell megélni a Hargita oldalán. És mi székelyek is, ha élni akarunk, a kőből is kenyeret kell kiszorítsunk alunk. Tisztelt elnök úr! Örömünkre szolgál, hogy a székelyszülők, valamint testvér településeink lakósa nevében üdvözletünket fejezhetünk ki önnek abból az alkalomból, hogy Tiszavasváriban az Erdélyeket Megsegítő Bizottságnak meghívására fáradtságot nem ismerve az itt tanuló gyermekeinket meglátogatja. Ezen alkalomból szeretnénk szeretettel a székelyszülők és a testvér település általunk küldött ajándékot átadni, amely természetesen jelképes. Egyben kívánunk kellemes karácsony ünnepeket, valamint örömökben gazdag, békés, boldog új esztendőt. Kárpátolni végig szállt.
megkövetni a lábatokat, ahol itt a vajjának, és megmaradni a gazdálkodni. Mind abból, amit innen hazudítják, szaktudás, szívemből remélem a emberséget, és téged még én is külön kérlek, hogy ne engedd, hogy elvegyék tőled a zárt helyeket és a nyílteket, hogy olyan szépen beszélsz meg, hogy én menetted itt a halatban. Jó? És ha találkozunk 10 év múlva, és még mindig nem beszélsz ilyen szépen magyarul, így is, víz is nem szeretszik. Úgyhogy ez a kérésem tőletek. Felejtsétek el a halált. Rájöttek el a fogadatokat, közeljetek hozzá egy természetesen. Felejtsétek el nagyon mélyen a betűnt az életben. Jó? Köszönöm. Na gyerekek, köszönöm. Yeah.
nem lehet tűzni, és nem lehet tűzni, tehát erre gondolom. Isten áldozik. Még egyszer meg, gyerekek nőttek után, mert némák maradtak. Ez volt a tőlek tény, barna szemünk becsült. Köszönöm szépen! Jó utat! Szervusztok! Viszontlátásra! Viszontlátásra! És boldog karácsonyt! Szóval kívánok! Jó utat! Jó utat!